Hamarosan kezdődik a kukorica és a napraforgó betakarítása. A részletekről Domján Sándort, a Kunagro 21 Kft. Főmérnökét kérdeztük. Szeptember végén, október elején kezdik azokat a hibrideket vágni, amelyeknek legrövidebb a tenyész ideje. Az időjárás az olyan, hogy úgy néz ki, hogy a vízleadásával nem lesz gond a kukoricának, tehát nagy valószínűséggel szárítási költséget lehet megspórolni. Mivel nagyon sajátságos volt az év, és a korai magágy előkészítésnek még az aszály volt az akadálya, majd a késeinek meg már az eső, ezért nagyon oda kellett figyelni, hogy épp a kettő határán sikerüljön elvetni a kukoricát. Most ebben az évben ez úgy láttam, hogy a gazdák zömének sikerült, tehát most az átlagnál egy jobb kukoricatermés várható. A Kft. Tavasszal még bérkapacitást is igénybe vett, hogy nagyon gyorsan el tudják vetni még az eső előtt a kukoricát. 10 évben egyszer van ennyi szerencséje egy gazdálkodónak. Mi ugyan konvencionálisan gazdálkodunk, tehát használunk vegyszert, de hogyha ügyes az ember, és öntözni tud, vagy jön az eső, akkor egy vetés után kelés előtti egyszeri gyomírtással gyommentesen lehet tartani a kukoricát. Most ebbe az évben ez sikerült, hiszen igyekeztünk még bérkapacitást is igénybe venni azért, hogy nagyon gyorsan el tudjuk vetni, még az eső előtt el tudjuk vetni, még le tudjuk vegyszerezni, és utána jött is az eső, hát azért vannak ilyen évek is, 10 évben egy, ez azért ráfér, ennyi szerencse ráfér a gazdálkodóra. Ma még nincs ára kukoricának, a kereskedők kívánnak, így akik tudják, letárolják majd a termény egy részét. A kereskedőket, hogyha kérdezi az ember, akkor még csak mismásolnak, mondanak valamit. Egyik másik elárulja, hogy mennyi szeretné, erre a gazda föltolja a kalapot az üstökén, hogy hát ilyen olcsón nem akarom odaadni, de az évnek ebben az időszakban ez mindig így van. Mi a kukoricának egy részét értékesítjük, egy részét letároljuk, egy részét a letároltból, illetve a frissen betakarítottból folyamatosan felhasználjuk takarmánygyártásra, illetve partnerünk, aki a takarmányt csinálja, ebből felhasználja a takarmánygyártásra, mert jelentős sertés állománnyal rendelkezünk. Ez azt jelenti, hogy itt Karcagon is hízlalunk már egy 8000 hízót, de a Kunagro 21 Kft.-nek Jászonykunszolnok megyében más településeken, illetve más megyékben is vannak telepei, de azért most pillanatnyilag egy közel 80 ezer hízót takarmányozunk és nevelünk. A tároló kapacitás rendben tartása is ad munkát, mert a tárolás nem csak annyi, hogy fogom és beteszem a terményt, amikor kell kiveszem, hanem oda kell figyelni a termény nedvesség tartalmára, a szellőztetésére is. Rendelkezünk megfelelő tároló kapacitással, ezt igyekszünk is kihasználni. Hát ugye a viharos időjárás az mindig ad munkát is. Ezeknél a síktárolóknál folyamatosan ellenőrizni kell a tetőt, tetőszerkezetet, sérül javítani, meg hát azért a tárolás az nem csak annyi, hogy fogom és beteszem, aztán majd, amikor kell, meg kiveszem, hanem rovarkártevő támadhatja meg, hát sok olyan probléma van, tehát nagyon oda kell figyelni a betárolt termény nedvességtartalmára. Ezt bizonyos időközönként az egészet át kell forgatni, meg kell szellőztetni. Hát ennek is megvannak a szabályai, mint a szakmában mindennek. A napraforgó terület az átlagnál jobb évet zárhat. Mára az ára is szerencsésen alakult, tonnánként 12 ezer forint körül. Most a napraforgó ára viszont szerencsésen alakul. Napraforgónak már van ára, hiszen itt már a betakarítás közepén tartunk. Jelesül kétféle napraforgót termelnek a gazdálkodók, az egyik ez a nevezzük hanyományosnak, a másik a magasolajsavas napraforgó. Általában a magasolajsavas szokott drágább lenni, ez így is volt egészen egy-két héttel ezelőttig, de most nagyjából nivellálódik a két ár, tehát tonnánként ilyen 120 ezer forint körül van most a napraforgó ára, és hogyha azért most ebben az évben várható, hogy az átlag az 2 tonna fölött lesz, vagy akár még jobb, így most lesz egy kis jövedelem tartalma, amit utána végre majd vissza lehet már forgatni gépek korszerűsítésébe, talajerő visszapótá, nagyon sok, tehát egy gazdálkodó számtalan helyre teheti a pénzt, még mielőtt mondjuk elmegy belőle kirándulni. Tehát érdemes az öregek tanácsát megfogadni, hogy a tartalékkal rendelkezni kell. Ha a termelő a saját raktárában is tudja közraktározni a terményt, akkor értékének jelentős részéhez hozzá tud jutni anélkül, hogy az áruhelye megváltozott volna.
Ezt a pénzt pedig vissza tudja forgatni akár modern, nagy teljesítményű gépekre, vagy akár az őszi munkák investíciójába. Lehet látni a gazdálkodóknál, hogy van folyamatos fejlesztés, de visszafogottabb, mint a korábbi években, mindenki sokkal óvatosabb, hiszen egy ilyen rókafogta csuka dolog ez. A szeszélyes, aszályos, majd csapadékos, de kiszámíthatatlan időjáráshoz a modern gépekkel lehet alkalmazkodni, modern, nagy teljesítményű gépekkel lehet alkalmazkodni, ezek a gépek azonban igen drágák. Tehát meg kell valahol mindig találni azt az arany középutat, hogy milyen lépésekkel haladunk előre, hiszen a lehetőséget tudjuk, a lehetőséget ismerjük. Már nagyon sok olyan technológia van, olyan háttérszoftverek, amik segítenek a talajerő visszapótlástól kezdve a növénybetegségek megállapításán keresztül, a vetés pontosságának, a talajművelés pontosságának a irányításához, ellenőrzéséhez. Új technológiák, drága technológiák. És nagyon nehéz a gazdának számolni, hiszen azt tudja, hogy mennyibe kerül egy új traktor, azt tudja, hogy mennyibe kerül egy műholdas kormányzás, azt tudja, hogy mennyibe kerül egy termésbecslő talajerő visszapótló szoftver, tudja, mennyi a vetőmag, tudja, mennyi a gázolaj. Tehát minden input anyagnak tudja az árát, egy dolgot nem tud, hogy mennyire fogja tudni eladni a terményét. Tehát ezt sosem tudja a gazda, akkor, amikor vet. Ezért kell óvatosnak lenni. Mivel a gazda sosem tudja, mikor vet, mennyi fog teremni, és mennyiért adja el a terményt, így óvatosnak kell lenni, mondja a szakember.